Jó estét kívánok! December 13-án szerda este a Tatai Televízió hírháttér műsorát, a hírszemlét látják, tartsanak velünk! A Tájban élő ember páratlan helyszíneket érintő túraútvonal, amely különböző ismertető táblákon, pihenőhelyeken, tanösvényeken keresztül mutatja be a borvidék leglátványosabb értékeit. Ám maga a több éves előkészítő munkanyomán született projekt ennél jóval több lábon áll. Egyfajta tartalmas ökoturisztikai kínálat, mely átfogó és elérhető, sok esetben szórakoztató információkkal csábítja a vendégeket a gerecsébe. A korábban már meglévő tanösvényeket, mint egy 70 kiló újonnan jelölt túraútvonallal bővítették ki, ennek mentén útirányjelző és információs táblákat helyeztek el, és látogatópontokat is kialakítottak. Az eddigi eredményeket legutóbb a Tata és Térsége civil társulás programján a Bordóházban foglalta össze Ízing László. Egy 5 éves munka áll mögöttünk, ökoturisztikai projektet szerveztünk itt a Nyugat-Gerecsében, és ez meglehetősen összetettre sikerült. Egyrészt a természeti szépségeket szeretnénk megmutatni, másrészt a Borút Egyesület, ugye a fő megvalósítója ennek a projektnek, ezért egy borutat is igyekeztünk létrehozni, de azt is figyelembe vesszük, hogy zarándokutak mennek át ezen a környéken, tehát a Mária út, a Szent Jakab út, Gyöngyök útja, stb. Tehát olyan útravalót is szándékoztunk létrehozni, ami az arándokoknak a javát, lelki és testi javát szolgálja. És ugye annyi minden történt az elmúlt időszakban, hogy igyekszünk megfelelő számban és minőségben beszámolni ezekről a történésekről. Most itt a közelmúltban mik azok az eredmények, amik mindenképpen kiemelendők? Még a felfutás az tart, mert a projekt az 4 éven keresztül zajlott, a termékek létrehozása, tehát idei év közepén kezdődött a fenntartási időszak, ez azt jelenti, hogy innentől válik élővé tulajdonképpen ez a projekt. Ami számottevő eredményünk az az, hogy mikor ezt elkezdtük, nem sokkal előtte megalapították itt a hozzáértők, hogy a borutat vegyem előre, hogy az ismertsége a Neszmély borvidéknek, hát az valahol hátul kullog a 22 magyarországi borvidék sorában, és nyilván köszönhetően a borászok ügyességének, fejlődésének, hozzáállásának azért nagy utat sikerült megtenni ezen a területen is, tehát a sok nyertes bor, amit a különféle magyarországú és sőt európai borversenyeken eredményt ért el, azok mind öregbítik a vidék jó hírét. Nyilván ahhoz, hogy egy bornak jó híre, vagy egy borútnak jó híre legyen, ahhoz nem feltétlenül elég csak a finom bor és a jó termék. Hát nyilván voltak itt mindenféle támogató programok, amik hát aztán messzire vitték a hírét. Valóban, igyekszünk megfelelni az elvárásoknak, a kívülről jövő elvárásoknak és a magunk által megfogalmazott elvárásoknak, és belefogott az Egyesület még a projekt kezdése előtt olyanba, hogy legyen egy évjárat kóstoló, egy ilyen sétáló kóstoló. Ehhez remek helyet találtunk a pezsgőgyár épületében. Ennél fogva most már jövő tavasszal a 7. ilyen tavaszi kvaterkát fogjuk megszervezni, és ez egyértelműen egy országos ismertségű rendezvény, tehát megjelenik mindig a szakma, a borászatok fejlesztésével foglalkozóktól kezdve a vendéglátókig, tehát azt mondhatjuk, hogy ennek az ismertsége már egész jelentős. A másik nagy rendezvénye a Borút Egyesületnek az a augusztus elejé borünnep. Ez más jellegű, nyilván itt is a borról van szó, de ez egy szabadtéri, nyári, kellemes időben eltöltendő 3 napot jelent. Ide is érkeznek szerte az országból, tehát mondhatjuk azt, hogy ezzel a két rendezvénnyel sikerült megalapozni a Neszmély bor jó hírét. Ugye maguk a borászok is fellelkesültek és komoly fejlesztésekbe kezdtek. Itt a nívó az hogyan emelkedett az elkészült termék tekintetében? 2 úton indulnék el erre válaszolva. Az egyik az, hogy
kezdethez képest több olyan borászunk van, akire minden körülmények között minőségben számíthatunk. A másik az, hogy talán 4 évvel ezelőtt kezdődött el egy ilyen belső minőségbiztosítás. Ez azt jelenti, hogy a Quaterka előtt, mivel ott ugye országos szaktekintélyek is megjelennek, a Quaterka előtt egy minősítés, előminősítés zajlik, és azt tapasztaljuk, hogy ez a minősítés ez egyre jobb eredményeket mutat. Nyilván belejátszik ebbe az évjárat, meg időjárás, stb. Tehát van, hogy kevesebb bor van, hogy több bor van, hogy gyengébb a bor, de most már a gyengébb alapanyagból is tudnak a megfelelő borászok kiváló borokat készíteni. Mi mindent tartogat még magában a tájban élő ember? Hát az ökoturizmusról mindenképpen szót kell ejteni, tehát azzal, hogy elkészült itt egy közel 70 kilométeres vadonatúj turista út, ezzel nagyon, hogy mondjam, csak besűrítettük a Gerecse térképet, mert nekem vannak olyan példányaim, amikor még ez nem volt, hát talán megduplázódott a turista útvonalaknak a hossza ezáltal. Van egy egységes ökoturisztikai információrendszerünk. Ebbe szerepelnek többek között a már meglévő, korábbiakban már meglévő tanösvények, és belekerült ugye a leghosszabb, ez a 70 kilométeres tájban élő ember tanösvény is. Ez a honlap, amelyik itt létrejött, tartalmaz még olyan információkat, hogy merre van ez a borút, ugye, és az állomásokat részletezni lehet. De olyan is van, hogy kik azok a vendéglátók, kik azok a helyi termelők, akik itt a környéken működnek. Ez azért fontos, mert szeretnénk azt elérni, hogy ezt a honlapot látva az érdeklődők megkeressék ezeket a vendéglátókat, éttermeket, helyi termelőket, és részesüljenek a remek termékekből. Ezáltal maguk a házigazdák pedig némi bevételre tehetnek szert, tehát szeretnénk, hogyha ezzel is ez a környék, ez a Nyugat-Gerecse ilyen értelemben is fellendülést tapasztalhatna. Amikor felfedeztük azt, hogy ez a Nyugat-Gerecse abból a szempontból is lényeges, hogy a zarándokutak keresztezik, akkor az az elhatározás is megszületett, hogy adjunk nekik is, a zarándokoknak, az útonjároknak, az útkeresőknek is valamilyen fajta lelki táplálékot. Ehhez két atyát megkerestünk, a Szent Angyalok templomok plébánosát, Szederkényi Károly atyát, illetve megkerestük Havasi Bálint helyi plébános urat is, és ők készségesen álltak rendelkezésre, az ő írásaik belekerültek egyrészt a honlapra, másrészt pedig olyan alkalmazás is, hogyha a 21. században vagyunk, olyan alkalmazás is elindult, hogy az útirányjelző táblákon levő QR kódokra, hogyha ráolvasunk, akkor telefonjainkon meghallgathatjuk ezeket az elmélkedéseket. Tehát ez azt gondolom, hogy olyan lehetőség egy zarándoklatnak, egy útkeresőnek, hogy nem nagyon talál ilyet máshol. Tehát a telefonjával a fülén lelki táplálékban is részesülhet. Az évértékelő találkozón azok a szervezetek képviseltették magukat, melyek egyébként is aktívan közreműködnek a város mindennapjaiban. Sok esetben teljes önkéntes munkájuk nyomán segítő, vagy éppen programszervező tevékenységgel gazdagítják a tatai közösségek életét. A jövőben várható lehetőségekről, pályázatokról, fontosabb fejlesztésekről Mihi József polgármester számolt be az egybegyűlteknek. Hála Istennek szép számban vannak Tatán civil szervezetek, és egy nagyon-nagyon jó ötlet valósult meg most már sok évvel ezelőtt, amikor a TCT, mint egy ernyőszervezet létrejött, vagyis a Tatai Civil Társulás, tatai civileket összefogó, vagy egy kicsit segítő, ilyen háttér és ernyőszervezetként működő szervezet. Én nagyon köszönöm az ő munkájukat Domokos Ágnesnek és Izing Lacinak, aki ketten talán a legjobban ebben motorként működnek. És ők kérték azt, hogy a legaktívabb civil szervezetekkel, vagy azokkal, akik erre mai napra eljönnek, beszélgessünk egyet arról, hogy milyen jövő vár Tatára. Arról fogok ma itt egy kicsit beszélni nekik, hogy készítjük a Magyari Terv 3.0-át. Ugye erről már többször szóltam.
Most azzal a jó hírrel állhatok elő, hogy a jövő héten a képviselőtestületi ülést követő közmeghallgatás egyik fő témája a magyari terv 3.0 lesz, ahol ismertetni szeretném a tataiakkal a vázlatát az új magyari tervünknek, amiből egy vitairat készül, és ezt a vitairatot szeretnénk, ha tataiak meg is vitatnák, és minél többen hozzászólnának, mind a elektronikus felületen, mind pedig személyes találkozásokat fogunk szervezni január hónapban, ahol a magyari terv 3.0-ról, vagyis Tata jövőjéről szeretnénk a tataiakkal beszélgetni. Hát a civileket most itt ma először tudom ebbe beavatni. A másik pedig a még korábbi történet, hiszen a pályázatok azok, amelyek részben futnak, részben pedig újakat adunk most be, erről fogok tájékoztatást adni. Az a jó hírem van a tataiaknak, és akkor most hadd használjam fel ezt az alkalmat arra, hogy arról is beszélek, hogy úgy tűnik, hogy sikeres lett a közbeszerzése az új pályázatunknak, amiben durván 200 millió forint, nettó 200 millió forintot fogunk elkölteni kerékpárút fejlesztésre, és a tataiak által régóta vágyott és várt fejlesztésre, vagyis a fényes fasor és az új út, Oroszlányi út kereszteződésében létrejövő körforgalom megépítése is elindul. Remélem, hogy minden gond nélkül lezárul a közbeszerzési folyamat, ennek a törvényi részleteit meg kell várnunk, határidők vannak, hiánypótlás, amennyiben szükséges, és így tovább, de azt remélem, hogy január végére legkésőbb szerződést tudunk kötni a kivitelezővel, és indulhat is a munka. Ami azt jelenti, hogy nyárra egész biztos, hogy a körforgalom elkészül a fényes fasornál. De ugyanígy indul a közbeszerzése az orvosi rendelőnek, egészségügyi fejlesztést csinálunk Tatán, indul a Komáromi utcában egy új rendelőközpontnak, egy kis központnak, ahol 4 házi orvos, 2 gyermek, 2 felnőtt, és fogászatok rendelőit alakítjuk, illetve egy lakófelület is képződik, és annak tehát lakások is épülnek ott ezeknek a Komáromi utca 2 és a 4 számú ingatlannak a Kőkúti iskola felüli végébe új lakásokat is tervezünk építeni befektetővel, mert erre nincs pályázati lehetőségünk. Ugyanígy meghirdetésre kerül a kertvárosi óvoda, erről is már régóta beszélünk, itt is elkészültek a tervek. A közbeszerzés most kerül kiírásra hamarosan, és a másik nagyon nagy dolog pedig Tata további csapadékvíz elvezetési rendszerének, illetve a víz megtartó képességének, csapadékvíz megtartó képességünknek a növelése, ehhez pedig 8 helyszínen fog a városban különböző beavatkozás történni. Ennek folyik a tervezése, és remélem, hogy folyamatosan itt is a pályázatokat ki tudjuk írni, a közbeszerzéseket, és a kivitelező megvan, akkor rögtön indulhat a munka. Sok-sok ilyen tervünk van, és sok-sok ilyen projektünk. A másik ilyen fontos dolog pedig, amiről ma még itt tájékoztatást adok harmadiként, az pedig az, hogy az önkormányzatunk most tárgyalja decemberben a jövő évi költségvetést, holnap a bizottsági ülések, szerdán a bizottsági ülések, jövő héten pedig a képviselőtestület tárgyalja meg az új költségvetésünket. Én azt remélem, hogy bármennyire is szebbet szerettem volna, bármennyire is több pénzt szeretnénk szétosztani különböző olyan tevékenységre, ami de jó lenne, ha Tatán ezek több pénzt kaphatnának. Egy nagyon szoros, határozott, kemény költségvetést kell az idén is létrehoznunk, hiszen a működése az alapvető a városnak, tehát a legfontosabb az, hogy a város üzemeltetése, a város működése biztosított legyen. Ami azon felül maradt pénz, azt tudjuk elkölteni azokra a többlet lehetőségekre, amire egyébként azért minden esztendőben durván 1 milliárd forintot vagy annál többet költ el a városunk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, hírszemlével holnap este is várjuk Önöket, én további jó tévézést, szép estét kívánok mindnyájuknak, viszontlátásra!